az pedig azt jelenti, hogy egy normál fizikai kontakt történt. A Pécs játékosa nagyon el szeretett volna esni. Én azt gondolom, hogy ezért jól ítélt a játékvezető, hogy nem ítélt büntetőt. Borzasztóan egy picit én azt gondolom, volt fizikai kontakt, tehát azt nem mondjuk, hogy rájátszott vagy szimulált volna a Pécs játékosa, hanem itt meg kellett volna próbálni a labda után menni, jobban beállni. Érthető, hogy a védő leütközte a támadót, úgyhogy én azt mondom, hogy ezért helyesen. Igen, mert a hátra mögött csinálta, azért volt benne a balhé. Itt pedig ugye nagyon sokan úgy foglaltak állást, hogy nem történt semmi, és bizony ez egy érdekes dolog lett volna, csak két képet látnánk. Aztán majd itt szépen lassan egy pillanatra még mindig nem nagyon kell ábrándozni, és jön egy helyzet, amiből látunk mindent. Itt látjuk majd, nézzük csak a Torgalének a lábát. Kinyúl, még mindig nem, extra a történet, picit rájátszik, és majd itt nézzük meg. Hopp! Pontosan a láb fejét találja el, tehát ezért borzasztó az a játék, hogy ezek a helyzetek ki vannak szolgáltatva. A közeli képből egyértelműen el tudjuk dönteni, hogy helyes.